Együttműködő partnerünk a Budapest Airport. Látott már olyat, hogy sztárok a repülőtér termináljában alszanak? Gondolta volna, hogy mindent beleadva repülőtéri munkakörben dolgoznak híres emberek? Mindez pedig azért teszik, hogy elnyeljék a legjobb reptéri dolgozó címet és a fődíjat, egy álomutazást. Ez a Sztárok a reptéren második évada. Én Szabó András Csuti vagyok, a műsor házigazdája. A piros csapatnak jóval könnyebb éjszakája volt, mint a kék csapatnak. Ez meg is látszott a kvíznél, hiszen ezúttal ők húzták be a győzelmet és az ezzel járó plusz kilométereket. Nyertünk egy kvízműsort! Az előző napi döntetlenre való tekintettel a csapatok most együtt dolgoztak, hogy kiderüljön, melyik páros képes a jobb teljesítményre a check-in, illetve a boarding területen. Jó napot kívánok, úti okmányt és a beszállókártyát szeretném elkérni. Új kollégák vannak. Úgyhogy a pozícióban, úgyhogy kis türelmet kérünk. Szilvi és Linda úgy akarta enyhíteni a sort, hogy inkább leváltották Annát és Szintit. Mert be kellett csekkoljuk a bőröndöt újra, elnézést, egy kis probléma volt a rendszerben. Egy másodperc és rányomjuk a tegeket. A csapatoknak ezután a boarding területen kellett bizonyítaniuk, ahol Anna rögtönzött egy rövid műsort a várakozó utasoknak. Köszönjük, ön nyert. Felszállhat. Igen, ja, először le kell szállni. Úgy. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. Jó utat kívánok, hölgyem. 3, 2, 1, start! Miután a csapatok a boarding területén is bizonyították rátermettségüket, már csak az extra feladat várt rájuk. Két olyan utast kellett keresniük, akik közül az egyik most száll először repülőre, a másiknak pedig minél messzebbre kellett utaznia. Első utazó és az egész családból először utazik. Az úriember Marokkóba repül. Csuti, képzeld, de van egy első utasunk. Seattle, USA. Ezt a szemét Szilvi és Linda hozta ide nekem. Miután a csapatok az összes feladatot teljesítették, Szilvi és Linda örülhetett a győzelemnek. Rájuk azonban egy komoly döntés vár az éjszaka folyamán, ami nagyban befolyásolja a holnapi napot. Hát ti fogjátok eldönteni, hogy a gyengében teljesítő csapatból holnap ki lesz az a sztár, aki nem veheti fel a munkát. Már három hölgy folytathatja a küzdelmet, mert ma először valaki kiesik a műsorból. Kitől búcsúzunk, és vajon ki lesz az a sztár, aki hamarosan a versenybe érkezik? Induljon az újabb reptéri nap, a munkakör ma szó szerint nehéz lesz, középpontban a podgyászok. Öveket becsatolni, felszállás! Szidni kell. Szidni. Ébredj fel a Matrixból. Ez itt egy másik realitás. Olyan, mint egy képviselőfánk mellett aludjunk. Rendesen éhes vagy. Az a rossz hírem van, hogy ebben a realitásban valaki kiesik. Közülünk, te vagy én. Maradunk. Én feláldozom magam, hogyha nem, kell. Nem, maradunk. Nem megyünk ma haza. Még alszunk egyet, nem? Együtt. És a szabályokat nem lehet áthágni. Én még aludnék egy Annával. A lányok biztos, hogy nagyon jól aludtak. Szóljunk neki, hogy hozzanak reggelit nekünk. Tényleg áthoztatnák a szállóban jó reggelit. A reggelit. Linda, ébresztő. Hello. A sadra süt a nap. Majdnem, kávé van. Én nem tudtam aludni, mert fejtettük be a munkát. Kíváncsi vagyok a csajokkal, mi van a reptéren. Hogy viselik majd a mai napot? Hát meg, hogy aludtak? Lehet, hogy tudtak aludni. És nekünk ma még arról kell döntenünk, hogy majd ki fog távozni a csapatba. Most szerintem el kell döntenünk, el kell kezdenünk gondolkodni ezen. Nagyon jó volt a szállodában aludni, nagyon kényelmes volt, nem volt semmilyen zaj, jól aludtunk nagyon. Hát fantasztikus volt. Megváltás volt az előző estől. Igen. Na hát megláttuk, hogy mivel készülődjünk aztán.
mindig van valami meglepetés. Vagyjuk fel a melót. Yes. Ők hatalmas versenyzők mind a ketten, de ők nagyon komolyan veszik a dolgokat. Igen. Tehát, hogyha valamit meg kell felni, pontosan precízen két amazon csaj beleáll a feladatba. Meg olyanok vagyunk, hogy nagyon komolyan veszik a szórakoztatást, a saját magunk szórakoztatását. Figyelj! Figyelj, le lehet menni, hallod? Léptem. Elképesztően izgít lenni a reptéren, de felmérhetetlen az a feladatmennyiség, amit meg kéne tanulnunk ennyi idő alatt. Lehetetlen. És azért megpróbáljuk teljesíteni is a feladatot, meg azért némi humorral elviselni, hogy mennyire nem értünk hozzá. Az előző munkanapon a területvezető döntése alapján Linda és Szilvi nyerték a versenyt. Ezért a másik csapatból kell távoznia valakinek a versenyből. Micsoda napra ébredtünk, drágáim, sziasztok! Hát ugye van egy csapat, aki retteg attól, hogy vajon melyik versenyzőnek kell a mai napon hazamennie. És itt van a másik csapat, aki ugye az elmúlt napok eredményei alapján olyan helyzettel szembesült, hogy hoznatok kellett egy döntést, és ugye valakit haza kellett küldeni. Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést? Csak nehéz döntés tud lenni elbúcsúzni valakitől, és nekünk mondani erre, mert egyik, hogy nagyon kedveljük a lányokat, meg is kedveltük még jobban, és hát nagyon ügyesen dolgoztak ők is. Mi volt a stratégia, ami alapján meghoztátok a döntést, hiszen nyilván itt azért magatokat most pozícióba kell helyezni, haza tudtok küldeni egy vélhetően erős játékost, aki mondjuk hosszú távon nem biztos annyira jól tud teljesíteni, ami ugye a ti malmotokra hajthatja a vizet. Nem ahogy a mi malmunkra hajtsuk a vizet, hanem inkább az, hogy ahogy megismertük a lányokat, hogy szerintünk ki az, aki talán tovább tud jutni hosszú távon a versenyben. Kicsit érzelmi alapú döntést is hoztunk, hiszen azért nők is vagyunk valahol. Ha a Sydney menne haza, az talán egy kicsit jobb lenne, mert én arra gondolok, hogy eddig azért fizikai feladatok nem voltak, és egy reptéren vannak megterhelő fizikai feladatok is, és hogyha egy ilyen jönne, mondjuk a következő napokban, akkor nem biztos, hogy a Sydney annyira bírná, és az Annából kinézem, hogy ő egy bevállalósabb ilyen téren, és jobban bírná a terhelést. Az Anna nagyon-nagyon sokat beszélt a gyermekeiről, úgyhogy szerintem én úgy érzem, hogy most már nagyon hiányoznak neki, ezért azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha Anna menne haza, mert biztos, hogy örülne, hogy a gyerekeivel több időt tölthet el esetleg így a koncertturnék és a forgatások között. Hát akkor ne is húzzuk tovább az időt. Nézzük meg, hogy hogy döntött a kék csapat, és hogy döntött a területvezető. A mai nappal sajnálatos módon a piros csapatból, akitől el kell búcsúznunk, Anna. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Még ezt se tudtam eljátszani. Köszönjük szépen a munkádat. Nagyon szépen köszönöm. De sajnálatos módon most ki kell csekkolnod a műsorban. Legyél rajta te is, az a miért. Őt keressük! We have a problem, Houston! Ideje, hogy bemenjünk. 3, 2, 1. Ideje! Na, Linda már csinálja, hallod? Nézem, hogy tudok-e csórni egy jegyet, jó? Nézd itt már! Ezt a gombot megnyomjuk, megvárjuk a sípszót, és már utána a mellett. Gyere, Anna! Ki szerint mondjam be? Nektek pedig, miközben átkísérlek titeket a szállás helyetekre, azért tartsatok majd egy kupaktanácsot, ugyanis hát ti fogjátok eldönteni, hogy a gyengében teljesítő csapatból holnap ki lesz az a sztár, aki nem veheti fel a munkát. Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Szia, Anna! Szerintetek egy ilyen helyzetben mennyire lehet előny egy új játékos érkezése? Mennyire lehet hátrány, hogy mondjuk nincs még tapasztalása a reptéren betöltött munkaköröket illetően, és egyáltalán gőze nincs arról, hogy itt mi vár rá? Ez teljesen feladatfüggő szerintem. Erősödhet is egy csapat egy új emberrel. Igen, új lendületet visz bele valaki. 50-50 szerintem. Akit hoztam párodnak, őt azért már nagyon sok helyen lehetett látni, szerintem nagyon sok olyan műsorban megcsillogtatta már komplex kvalitásait, amit egyébként, ha ide megfelelően tud integrálni, akkor szerintem egy nagyon erős társad lett, de mert hogy egyébként ma egy elég kemény feladatot hoztam nektek, a podgyászok lesznek a főszerepben, fizikai feladat fog mind a kék, mind pedig a piros csapatra várni.
Jaj, hát én nagyon jól állok a poggyászpakolásban. Tehát... De nem a saját... De nem, hát 3x32 kilós bőröndöt simán átolok bárhova, és emelek is. És így emelésből megállapítom, hogy megvan a 32 kiló, vagy hú, csak 28. Nézzük meg, hogy működik a gyakorlatban az új piros csapat. Somhegyi Krisztiánnal kiegészülve. Sziasztok! Üdvözlünk az repülőtéren! Ez egy újabb kihívás számomra, és én szeretem a kihívásokat. Nem voltam még ilyen helyzetben, az biztos. Reptéren még soha nem dolgoztam. Most kipróbáltam magam. Piros csapat, itt a klubban! Krisztiánnak tartsunk egy kis szabályismertetés. Jó, hogy mi vár rátok itt a mai napon? Pecséteket fogtok gyűjteni. Ezek a pecsétek ugye kilométereket jelentenek. Minden egyes nap végén értékeljük a feladatokat. Amiért itt napokon keresztül, heteken át küzdeni fogtok, az a legjobb reptéri dolgozója cím, és a nyertes csapatból egy valaki a verseny folyamán összegyűjtött pecséteket kilométerekre váltja, és kiválaszthat egy álomutazást. Van-e ilyen álomutazás a fejedben, Krisztián? Annyira nincsen, de Vikinek van, úgyhogy ha összejön, akkor ő biztos fog dobálni ötleteket, igen. Nagyon jó. Én csak úszom az állat. Mivel a Viki dönt itt is a csapatban egyébként, lehet, hogy a tapasztalás szempontjából Sydney lesz a főnök? Hát meglátjuk, milyen lesz a feladat. Na, feladatról ugye annyit érdemes tudni, hogy podgyászokkal kapcsolatban lesznek majd feladataitok, de minden egyes feladatot megelőz egy kvíz, amiben extra pecséteket, azaz extra kilométereket tudtok gyűjteni. Na, kezdjük el a kvízzel. Érdekes kérdések lesznek. Most te is tudod. Kávé hány darab podgyász kell leszedni a körszalagokról egy széles törzsű gép érkezésekor? 500, 250 vagy 125? Hát legalább 500, 600 ember felfér simán. 500 sok lesz, én attól félek. De mivel te vagy az új, de, hagyom, hogy dönts! Ha elrúgtam, akkor én vagyok a hülye, de hogyha megnyerjük, akkor ő az okos, érted? Tudod mit? Én vállalom a felelősséget. Rendben, legyen így. Így kell, tökösen be kell vállalni, még ha egyébként teljes homályban is vagytok. Nézzük meg, hogy jó-e a válasz. Na, Krisztián! Víz bennem! Na, kérem szépen, ha már podgyászokról beszéltünk a mai napon, akkor a második kérdés is kapcsolódik hozzá. Mekkora lehet egy feladott podgyász maximális súlya? Ezt szerintem ti pontosan tudjátok. Amióta elmondtad a mai feladatot, én azon izgulok, hogy ne zimány Lindák üljenek, mert akkor mind megszakadunk, még Krisztián is. Na tehát, 32, 30 vagy 28? 32 lehet a maximum. Na nézzük meg, hogy jó a válasz. És jó a válasz! 1-1 jelenleg. Harmadik kérdés. Hány csomagkiadó szallag működik az A és B terminálon összesen? 10, 8, 12. Szerintem most nem a legtöbb lesz. Nem. Az már nem tudom, fogalmam nincs. Ezt csak tippelni tudom. Vállaljunk egy tizet. Legyen a középsője, 10. Aztán már jól vagy. 10? 10. Nézzük meg, hogy jó-e a válasz. Nem jó. Sajnos nem, 8. Két csapat szerint egyébként 12. Na, itt a lehetőség. Hány kiló feladott podgyász érkezik egy széles törzsű géppel? 2, 10 vagy 12 tonna? Várjál, 2, 10 vagy 12. Most számoljuk, hogy egy bőrön mondjuk mennyi? 25 kiló. Ha 100 utas van, akkor az 250. De nem 100 utas van a széles törzsű, hanem 5. Akkor a 250 felszorozzuk, akkor már 1500. Hát nem, egy különbség az első, a második szám között. Igen. 12 nem lehet. Na jó, van, én megkeresem annál, gyerekek, hát hozzuk már egy döntést. Mondjuk a középsőt akkor. Visszaszámolok, muszáj egy válasz. 3, 2, 1. 10 tonna, szóval a 10. Jó, akkor legyen a 10. Megjelöljük? Jelöljük meg. Jó, na nézzük, hogy jó-e a válasz. Jó lesz. Nekem kevésnek tűnt a izé. Jó lesz. Na, csináljátok már. Yes! Tíz tonna! Lényegében ezzel el is dőlt, hogy kikapja a mai kvízben az extra pecsétet, szeretném is elkérni. A tieteket így hagyom, barátkozzatok még vele. Mint ahogy mondtam, hogy a mai feladat a podgyászokról fog szólni, kell majd hozzá izomzat és kell majd hozzá precizitás. Ami viszont nem kell hozzá, az a saját ruhátok. Hoztam nektek újabb munkaruhákat, úgyhogy hozom nektek. Az egyik nagyon csapat köszön. Munkaruha, másik csapat munkaruha. Menjetek, öltözzetek át, önöknek pedig öveket becsatolni. Felszállás!
az lesz a feladatok, hogy egy járaton leszeditek a csomagokat, fogyásztos utánfutóra, és igazából ennyi, jó nehezek lesznek a csomagok. És ez hogy történik ez a folyamat? Egy ilyen szkennerrel rá kell ülni a csomagra, utána egy ilyen érvényesítő címkére, és utána már rá le is lehet rakni egy kocsira. Mondjuk lehet, amikor már majd az 500. bőröndöt pakoljuk, akkor kisebb lesz az arcunk, de szerintem nem lesz gond. Miután a területvezető mindent aprólékosan megmutatott, a sztárok úgy döntenek, hogy mivel komoly fizikai munka vár rájuk, ezért bemelegítenek. Utána pedig csak a startra várnak a versenyzők. Felkészülni, vigyázz, kész, bőrönpakolás. Drágaságaim, figyeltetek minden apró részletre? Yes. Nagyon komolyan tessék venni, időre kell bepakolni, a repülőgép nem késhet. Linda, imádni fogod a járatot. Nagyon. Mert Dubaj. Itt vannak a konténerek. Az sem mindegy, hogy mennyi idő alatt pakoljátok be a bőröndöket, és az sem mindegy, hogy. Egy ilyen konténerbe 35 darab bőrönnek el kell férnie. Odaadom a szkennereket. Köszönöm. Tessék szépen helyesen dolgozni vele. Bőröndökkel úgy bánjatok, mintha a sajátaitok lennének. Szépen finoman, de mégis időre. Mindenki készen áll a feladatra? Yes. Készen. Készen. Akkor 3, 2, 1, start! Mit kell keresni? A bőröndöket. Várjál! B2A. Oké, ez mehet. Jó, ez jó is. Nem látom rajta. De nincs olyan. Nincs rajta. Olyan, mi van ezzel? Ez se jó, de miért nem jó? Press Enter. Ez az Enter. Gondolom. Ez most mit mond? Várjál, hol az Enter? Itt az Enter? Nem, az egy Return. Ja, Return. Minek, menjen. Jó. Az B4X. Nem jó. BG3, gyere, csippansz. Ugye csak a B2 akad szkenneld be. B2A, ennek jónak kell lennie, vidd. Jó, viszem. De akkor miért csipog? Nem tudom. Volt a problémák. Volt egy kis káosz, úgy éreztük. Megbeszéltük azt, hogy napjával tesszük a bőröndöket. Utána kitalált a Krisztián, hogy tegyük élére. Így van. Jó, megvan. Ez vidd B2-as. De beszkenneheted már. Jó az. Figyelj, ezt majd később teszem be. Az összes nagy és nehéz bőrönd jön ide. Új, de nehéz. Ez is az. Krisztián! Ó, itt vagyok. Ú, de gyönyörű a bőrönd, de jó ég. Ez nem az. Nem az? Ez B4X. De mi az a lényeg? Menjél tovább! Majd az összes csomag Sydneybe ment, csak mondom. Igen, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, nem akartam vele foglalkozni. Ez vitt el a fókuszt. Mondtam neked, hogy ne a Sydneyvel foglalkozz, hanem a B2A-val. Ez a lényeg! Hagyjad már ezt a csomagot, ez nem a még! Neked volt csomagod, amire az ott rájött Krisztián? Mert Sydney-s csomagra rengeteget találkoztam. Tudomásom szerint nincs olyan város, hogy Krisztián. Na, akkor ne írj egy. Mind az kicsike. De nehéz. Pakolom én. Itt is egy B2A. Vigyázz! Jó az! De ha X-et csinálok, akkor nem jó! Szilvi, gyere! Jó, de közben rakjuk fel! Te csak csipog, és én pakolom. Ne gondolkozz! Csak csinálsz! Ezt csipogtam azt, le! Azt kérem, ez mehet a lúra, ezt lecsipogtad? Le! Úgy tűnik, mindkét csapatban megvan mindenkinek a saját feladata. Krisztiánnak gondolkodnia sem kell, csak pakolnia. Sydneynek a szkennert kéne kezelnie, de egyelőre nem megy zökkenőmentesen. A másik csapatban Szilvi pakol, Linda pedig a szkennert kezeli, de nekik inkább a csomagok súlyával van problémájuk, azonban érkezik hozzájuk a segítség. Hogy álltok, csajok? Hát így. Rohadt nehezek. Csuti. Köszi. Köszi. Én nagyon örültem, hogy a Csuti odajött és beállt férfiként segíteni a két nőnek, és jól is esett, hogy egy pár ilyen nagyobb bőröndöt beemelt, úgyhogy én nagyon hálás voltam neki. Én jobban... Számoljátok közben? Nem, dehogy is. Meg kéne. Jó, gyorsan. Hát, körülbelül 6-6 van itt. Itt van az alsó szinten. Jó, várjál. Jóval több utas megy Dubajba szerintem, mint ez. Nem lesülsz, nem lesülsz. Szia, Szilvi, szia! Én megnéztem, nagyon jól pakoltak ők is, meg nekünk nagyon sok nagyméretű bőröndünk volt. Igen. Hát ez így nem jó. Végre mindkét csapat megértette a feladatot, most már csak a pakolásra kell koncentrálniuk. A piros csapat azonban egy újabb problémával találja szemben magát. Ezt is le kell szkennelni, nem? Ezt? Igen. Miért szerintem azt rontottuk el.
Hogy nem ezzel kezdtük? Nem, mert az izét is. És akkor lehet, hogy igazad van? Igen, úgyhogy kezdjük ezt kennelkedni gyorsan. Mert van egy csomó bőröndünk. De miről beszél? Egy picit segített nekünk. Mit segített nekünk a Csuti? Hát odajött és kettőt bepakolt. Azt mondta, odajött a Csuti és azt mondta, hogy Szirdi, Krisztián, hogyha egy csomag rossz helyre megy, akkor még a játéknak hát az is segítség. Az is segítség egyébként, mert akkor onnantól elkezdtünk figyelni. Most reménykedhetünk egyébként, hogy az alul lévő csomagok jók voltak. Segítsenek a Szabó András. Nincs több bőrönt. De nem hiszem, hogy elfogtunk. Hogy nincs több bőrönt? Nincs több bőrönt. De szerintem rosszul járatra... csináltuk. Nem. Ezt is le kell szkennelni mindig, ugye? Persze. Ezt nem szkenneltük le eddig. Össze-vissza csipogtál minden. Örülhetünk, hogyha a csomagok még Dubáj közelébe fognak menni legalább. Csak egy kis segítség. Ha egy bőrönd is úgy került fel ide, hogy az rossz helyen van, buktátok a versenyt. Tényleg? Hát eddig csak B2-t vettünk be. Nem mondom, hogy pakoljátok le az összeset, de megpróbálnék bentről lövöldözni oda és ide. És aha, ami nem jó, az le. Mert ha egy is úgy van fönt... Akkor bukta. Hát most akkor az utasnak mit mondunk? Ki, melyik ötök írja meg Sydney az e-mailt? Sydney megírja. Persze, Sydney volt! Aki Dubajba ment idén összelepte. Sajnáljuk őket. Szíves elnézést kérünk. Ha a csomag nem érkezik, akkor a Sydney hibája. Nyilván. De leszkenneltük, és most jó volt. Mert most kenelted le először. Most voltad először. Srácok, ez nagyon fontos, hogyha erre na, olyan... Szkenegessél. Bőröndök kerülnek, ami mondjuk ha Antáliába megy, abból ez gond. Nyugodj meg, itt minden Dubajba és Sydneybe megy. Számoltatok, hogy mennyi? Mennyi volt? 18. 18, igen. Jó, hát akkor még biztos, hogy fog kell lenni, ugye 12. Hát kell, még csak nem jönnek. Nem jönnek. Békettő! Csak jönnek tessé, kellett. Tessé, tessé, tessé. Jó, 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 jó. Másikat azt, ami viszont. De miért nem akarja? Függőleges. Jó. Jó. De amúgy megoldjuk. De hogy került ide most B2? Hát mert még most pakolták ki. Figyeljetek, jön még pár bőrönd, aztán kész is vagyunk. Ez a nagy, ez most jött. Mindenben van csipogva. De örülök neki, hogy most jött ez a nagy. Mi van csipogva? Ez ki ez? Britney Spears-é ez? Vagy mi az Isten ez a bőrön? Jól néz ki amúgy. B2-a! Jöjjön! Ez is? Nem, ez B4-i. A körmemet nézegettem, hogy letörte. Ne legyél ennyire szőkenő. Jaj, ez jó. Az jó. Na ez gyanús, de pedig B2 a... Ez nem volt jó? Nem, de ez viszont jó volt. Akkor mi erre a magyarázat? Segítek, nem jó. Mit csinálja? Hát ezt próbálom ide elrakni, de nem áll meg ez nem annyira. Jó, nézd, rak rá ez. Jó, hát azt oda nem tudom. Várjál. Ide, ide, oda. És akkor erre rámegy még egy nagy. Jó, amúgy nem tudom, mi x-ezik, de hát mindegy. De itt viszont engedés viszi. Úristen, gyere! Valaki a halat viszi, a halat, Mikronéziában a halat viszik. Na most ez vaj, ezt becsipogom, rakd ide. Csipog be, aztán majd mindjárt, most mindjárt becsipogom. Most ki viszi a halat és nem, hova? Mondom, mi lesz, vegyük le, már látom, hova kerül. Várjál. És akkor ezt még kell izélni? Nem tudom. Rendben van. Ez is rendben van. Azt még egyszer szkenned be akkor, azt, amire X-et nyomott? Akkor ezt kivesszük, akkor ez nem jó. De miért? Hát mert nem jó, de nem ne rakd vissza, gyűjtsük itt! Csak akkor jegyezzük meg, hogy ez a jó, nem jó. Jó, van valami. Ezen alá ez kell, kell emelni. Gyere, egy, kettő, három. Hát ez jó. Oké. Okay. Szerintem ezt visszarakom. Jó, most ezt kenned be. És most kenned be. És most kenned be ezt. És most jó. Jó. Akkor... Hú, mondtam én, hogy mind a kettőt be kell szkennelni. De folyamatosan, először folyamatosan, oda, igen. Oda, oda, oda. Igen, mert először beszkenned a csomagot, és hogy jó helyre teszed el. Te jó érted? Ég. Illetve én értettem. Na, azt egyre még csomagot. De lövöldözzél, de előbb a csomagot! Nem, először a konténer! Előbb a csomagot kell! Először a konténer kell! A csomagot kell először! Arra is rájöttem, hogy általában a nőknek van igaza. És az általában van és általában a hangsúly. És néha Krisztiánnak van igaza. Furcsa, de igen. Mekkorák ezek, hogy nézem egymás mellett a méretet? Itt van még egy. Igen. Egy felállítva. Aha. Jó. Akkor ennyire, ez is lehet, hogy jó. De B4X van rajta, ugye az nem jó. Ez mondjuk B2 az jó. Az, amit itt nézünk már 5 perce, az ugyanúgy jó, mert nincs ott a B4-ig, se a B2, hanem sima a Dubai. Igen, akkor jó, akkor jöjjön. Az segít, az a legfelőre kéne rá, a kékre. Arra. Ide, erre, fölé, ide. Hát, így is jó.
Ez is jó? Igen. Menjen. Figyelsz, bepasszírozzuk oda. A mai első feladat a végéhez közeledik. A csapatoknak nincs más dolguk, mint az eddig remélhetőleg jól szkennelt csomagokat elhelyezni a konténerben, hogy azt szabályosan le lehessen csukni. Nincs több olyan bőrönd, ami a miénk, csak ennek kéne beférnie valahogy. Ez nem fog becsukodni ettől. Nem ízünk. Kész vagyunk. Bravo. Ez nem lóg ki nagyon? Kicsit kilóg, de jó lesz, mert ráhúzzák a ponyvát, és itt nem lóg ki, bekötik. Ja, igen. Kész. Jó. Lecsipantátok akkor ugye a bőröndöt és a kocsinak is a csippanóját. Igen. Darabszám? Nem tudjuk. Sok? 30 legyen minimum, az a lényeg. Az biztos, hogy megvan. Jó. Jaj. Kalapalcsajok. Csak szólok, hogy a másik csapat még pakol. Ügyesek voltatok. Köszönjük. Még egyszer, úgyis gratula. Köszönjük. Bravo, csajok. Ez nem van. Csekines állás könnyebb, nem? Hát, ez nagyon durva. Kíváncsi lennék, hogy ők is újra pakolják. Köszönöm. Elég volt. Indulhat a kocsi, gyerekek? Lehet. Ezt a Tetris nézd meg! Hát eldől majd. Kimi, hogyha van egy rossz csomag. Hogy a jó bőröndök a jó kocsiban vannak-e. De hát ahogy itt elnézem, majd úgyis el fogom számolni, darabszámra megvan. Ezt a ponyvát le lehet engedni. Persze. Köszönjük szépen! Fitnek kell lenni, az biztos egy ilyen munkához. Tehát én nem tudom feldolgozni minden. Ezt az erőnlétet. Tehát az olyan nyers fizikai férfi erő, ami a mai világból azt hittem, hogy hiányzik, és van. A mostani feladat után nem éreztem még egyelőre akkor a különbséget az erőviszonyokban, pedig féltem tőle, hogy egy férfi miatt lesz lemaradásunk a fizikai feladatban, de szerintem egész jól abszolváltuk a dolgot. Tehát Szilvinek köszönhetően, mert azért nekem kellett volna. Csapatmunka volt, de igen. Ezzel a reptéri munkának korán sincs vége. A következő feladatban a sztároknak minden erejükre szükségük lesz. Kedves kék és piros csapat, egy elképesztően izgalmas helyszínen köszöntelek titeket, mögöttem láthatjátok azt a repülőgépet, ahol az utasok alig várják, hogy jól érezzék magukat Magyarországon, ehhez azonban arra van szükség, hogy a bőröndök, amikkel érkeztek, minél gyorsabban megérkezzenek a bogyász felvételi pozícióra. Na ezt fogjátok ti most betölteni, innen egészen a bogyász kocsikra kell helyeznetek a bőröndöket. Erre maximum 15 percetek van, hiszen ti is sokat utaztok, pontosan tudjátok, hogy mennyire idegörlő az, amikor mennétek már a dolgotokra, de nincsenek meg a bőröndök. Két pozíció lesz, elől és hátul. Krisztiánék lesznek hátul, ti vagytok elől. Kiékelik a gépet, meglátjátok a futószalagot rajta, a bőröndöket, és erről a szalagról, ahogy már mondtam, a podgyász kocsikba kell helyezni a bőröndöket. Nyugodtan integessetek az utasoknak, hogyha látnak titeket. Jó munkát kívánok, hajrá! Megyünk hátra, ugye? Aha. Jöjjünk erről, vagy mindegy? Jöjjünk erről? Hát, menjünk körbe itt. Jaha. Én itt leszek, te meg a másik oldalon, jó? Ja. És felváltva. Figyelj, most már rakjuk így, jó? Ja. Ó, ez nehéz. Jaj. Ahogy. Hát ez sima. Jó lesz, azokat itt tedd egymásra inkább. Jó. Voltak egy-két nagy kukucskát a kifelé, szerintem nem értették, főleg a külföldiek, hogy ó, Magyarországon olyan ilyen nem is lányok, ezek a csajok itt. Pakolják itt a bőröndöket. Ez a bőrönd leszedés, az mindig olyan, hogy nem számítasz rá, hogy hány kiló. Viszont az nagyon jó, azt megfigyeltem, hogy ott van az a narancsárga jelzés, tudod, amit a check-inben is ráraktunk, hogyha valami mer ilyen 30 vagy 32 igen, kiló. Igen, és akkor tudsz rá számítani, tehát most már értjük, mert hogy ezt miért teszik rá. És akkor az ember egy picit más technikával készül rá. Yes, szóval mekkora ez a bőröm? Hú, Krisztián, ez nehéz, Krisz! Rajok, jaj, begyorsultunk, figyelj! Be. Linda? Á, betört a körmöm! Egyébként nyilvánvalóan egy királylány vagyok, ezt nem titkolom, de azt gondolom, hogy a 32 kilós bőröndöket képzelt, úgy leengadtam le az összes ilyen szalagról, mint az állt, és ha azt hiszük, hogy 10-ből egyetlen egy veszteségem van, az járulékos. Én tök nyugodt lennék hangolni, hogy a bőröndöket mindig volna. Szegény Sydney nem ússza meg sérülés nélkül a mai napot,
De legalább ez a feladat jobban megy neki, mint a szkennelés. Az viszont jól látható, hogy mindkét csapat ügyesen mozog a rájuk kiosztott feladatban. Gyorsan és hatékonyan dolgoznak. Jaj, ebben ugye nem kis kutya van. Jaj, nem tudom, de óvatosan, csak nem, ugye? Hova tegyük? Ide? Az oda mehet keresztbe, az. Ennyi? Nincs több? Jaj! Köszi, srácok! Már vagyunk! Köszi! Ne fog esni! Ez majd be kell tömközni. Hát akkor ez így teljesen jó volt. Yes. Mi is rá tudunk ülni. Na, mehetünk vissza a terminálba. Ide! Emeld meg, így. Úgy. Oké. Mehet! Ennyi? Ennyi! És még bőven van helyünk. Figyelj, akkor ezt ide teszem így. Le tudják csukni. Megfelelő? Tökéletes. Nagyon jó vagyunk! Ezentől azért elgondolkozok azon, amikor a 32-es bőn, hogy jól megpakolom, ráülök és ráférdelek, hogy szegény reptéri dolgozok. Nagyon izgalmas volt ez a feladat, hogy egy érkező járat bőröngyeit szedjük le. Nekem ez nagyon tetszett, ez egy olyan állás volt, amit én úgy mindig az ablakból nézek, amikor utazok valahogy, jaj, a bőröndöm jó kezekben van, odaér, ebbe rakták-e a szörfdeszkámat, majd kiugrik a szemem, mindig így keresem, és most jó érzés volt úgy felelősséget válni az utasok bőröndjéért is úgy rakod. A podgyászpakolás után a sztároknak hamarosan az extra feladatra kell koncentrálniuk. A területvezetők az elvégzett reptéri munkakör alapján fognak döntést hozni, hogy melyik csapat bizonyult jobbnak. A sztároknak az extra feladatban van lehetőségük arra, hogy még több kilométer gyűjtsenek. A fődíjat, az álomutazást a nyertes csapatból egy valaki élvezheti. Az úti célt pedig az összegyűjtött kilométerek alapján választhatja ki a győztes. Izmok bedurranva? Helyes. Letört körmök száma, hölgyeim? Lakók rendben vannak? Egy. Egy van? Csapatonként egy-egy. Akkor egyelőre döntetlen a helyzet. Üdvözlök mindenkit az érkező szinten, mögöttem láthatjátok azokat a podgyász kocsikat, amikbe ugye az utasok bőröndöket szoktak tenni, főleg, hogyha úgy utaznak, ugye, mint Linda, aki reggel elmondta nekünk, hogy esetenként akár 3-32 kilós bőröndel is nekivágta széles törzsű géppel való utazásnál. Te ilyen podgyász kocsikat használsz, van embered, aki egyébként ezeket húzgálja utánad, vagy klasszikusan te viszed őket? Általában podgyász kocsit, ha van. Szuper. De tengeren túlra van, hogy 4 bőröndön van egy hónapra. És akkor viszont nagyon kedvesek itt a Budapest Airporton is, és lehet kérni előre, aki segít a bőröndöket kivinni. Na kérem szépen, a feladatotok az extra játékban az lesz, hogy mögöttem látható podgyászkocsi szinteket meg kell, hogy töltsétek a parkolóban elhelyezett, szabadon hagyott podgyászkocsikkal. Amikor Csúti elmondta az extra feladatot, hogy a parkolóba kell felhozni a kocsikat, akkor én még elég naív voltam, mert nem tudtam, hogy... 50 kocsit hozunk fel. Olyanokat beszéltünk a szívvel, hogy ó, hát egy 40-50 kocsi, persze, simán nekünk, kosok vagyunk, irányíthatnánk a világot. Rengeteg kocsi vár rátok, innen őrült tempóban ki kell futnotok, és a parkolóból a lehető legtöbb podgyászkocsit össze kell, hogy gyűjtsétek. Próbáljatok időben, energiában annyit megtölteni, amennyivel kényelmesen tudtok haladni. Időre megy a játék, és az a csapat fog nyerni, aki ezt a szintet hosszabban megtölti. Mehetünk már? 3, 2, 1, start! Úgy tűnik, a csapatok még nem fáradtak el, hiszen elképesztő tempóban rohamozzák meg a parkolót. Aki nyer, újabb kilométerekkel gazdagodik. Megéri minél több kocsit gyűjteni. Amit találunk, kivisszük oda, a folyosó részre, és oda gyűjtjük. Egyenesbe beállítjuk, egyenesbe. Csak fel kell tolni. Ja. Jó, viszont én ott adom! Ott vagy! Kivisszed! De várj, itt is szerintem többet összerakhatunk. Jó. Tehát azért egy ilyen 4 darabot még tudsz kezelni, elég könnyen. Nekik már van egy. Már megint rossz sorba indultam el. Itt egy! Fú, de régen futottam már, nem hogy maraton. Na, de hát szerintem pont nem állt meg a szívem így az utolsó pillanatban. Tényleg rengeteget futottam. Nem látok egyet sem. Jó, igazából tegnap talán
maradhatsz egész nyugodtan, gyerünk, igen. Munka megosztás, mi? Itt biztos, hogy lesz egy, nem lesz. Nem lesz, gyerünk, gyerünk! Te nézz arra, én meg menjek, nézek jobbra nekem. Gyerünk, 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 gyerünk! Ott egy kocsi mögötted, Szilvi, ott egy kocsi mögötted! Nem hiszem el! Ne toljuk egybe, most jó, ketten ne toljunk ilyet. Várjál, tolja. Ott is van egy tároló. Szerintem ilyen helyeken hagyják. Mindig ilyen helyen hagyom, ha nem látom, hol a visszatoló. Ajj, ajj, de mi van? Kapaszkodj! Öt helyi roma, becsülik a bajon, gyerünk, 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 gyerünk! Várjál, nézem! Nézd. Hol lehet még ilyen tároló? Nem hiszem el! Hát nem látok ennyit sem. Legalább itt lehetne egy. De hol a viszed? Ide azt a kocsit! Jó, de jó! Hadd onnan dobja! Hogy? Jó. Ennyi, három. De ők onnan jött! Hát egyet! Én vagyok! Én fogtam meg elő! Én vettem észre elő! Jó, kőpapírolló! 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 Ez az! Nem hiszem el. Összezavartod a papírral, nagyon jó. Úristen, mennyik van már, te jó ég. Jó, gyerünk, arra tovább. De ők onnan jöttek. Az de nem, innen jöttek ki az egyik kicsi utcából. Itt van egy Szilvi. Nagyon jó vagy. Jó. Ott is van egy. Menjél, hagyjad itt. Jó. Figyelj, jók vagyunk, van négy darabunk. Egyébként itt hagyhatjuk, a lányok eltűntek. Nem mered itt hagyni. Nem mered? Vagy hagyjuk itt. Nem tudom, én csak gondolkozom, hogy neked könnyebb legyen. Mondjuk az már elég aljas lenne, ha elvennék, nem? Az csúnya lenne. Ó, ott sok van, Linda, gyere! Ott van sok, menjél! Megyek, itt van. Hát de ne toljad, ne csak én toljam. Ott... Most már elég nekem. Szilvi, itt van kettő. Linda, mit csinálsz? Nincs. Sehol nem lát, biztos? Menjünk vissza a következő soron. Várj, itt még gyorsan megnézem. Hát, ha van valahol elrejtve egy. De itt nincs egy darab se. Nagyon jó. Ennek van egy... Aztán megállt a szívem. Gyere már, összetettem az egészet. Nagyon jó. Tessék, itt van három. De nekem ne told ide, toljad magadnak. Tudod, milyen rohadt nehéz? Értem én, hogy ott van három, de külön kell, hogy toljuk, mert ezt már nem tudom egyedül tolni. És azt hittem, hogy ilyen 20-at összeszedünk, az azzal lesz a baj, hogy megyünk vissza. Ott! Hol? Ja, nem, az egy kuka. Akkor nincsen. Már beképzelem ezeket a kocsikat. Puha, mennyi nálunk? 2, 4, 6, és már szenvedek. Most már látom, hogy mi van. Csak nem. Rohadt nehéz. Sikerült, segíts. Segíts, tartsd meg. Várjál. Ez az? Jó. Be tudsz arról tolatni a sor elejére? Megpróbálok. Tartom. Na, próbáld meg tolni. Persze. Gyereknek kell, hogy ne. Gyertek, tessék. Nagyon szívesen. Hát lehet, hogy most buktuk el, de... Szóval az autótok? Vagy fölmentek? Az ott neki kell. Akkor elkérhetjük, ha fölértetek? Mert versenyben vagyunk vele. Versenyben vagyunk, hogy minél többet vigyünk el. Maradj itt egy picit, még elnézek arra. Kicsit nézze, aztán menjünk. Jó. Ez csak előre megy. Hű, most már sehova. Linda, gyere, leakadtam, defekt van. Há! Linda! Hú! Gyere, mert nem tudom kezelni a 11-et, brutál. Hát jó, hoztam még kettőt. Jó. Szedjük felesbe, aztán menjünk. Szilvi és Linda elindulnak visszafelé, ami egy igen küzdelmes útnak ígérkezik. Krisztián és Sidney még utoljára nekilendülnek, hát, ha találnak még podgyászkocsikat. Mi volt? Az hogy sikerült? Hát, egyelőre sehogy nem sikerül. Na jó! Találtam egyet! Hát én álmaimban ilyen troli autókkal fogok álmodni. Igen. Lindáig belehúztak. Szerintem vagy 10-et már összeszedtek, úgyhogy... Honnan? Nem tudom! Úgyhogy le vagyunk maradva. Ezt nem hiszem el. És igyekezzünk. Várjál, nem jó. Ezt nem jó. Várjál, nagyon nagy a baj. Nem tudok vele megfordulni. Itt kínlódtam. Próbáljunk erre forogni, próbáld meg erőből. Aha, na hát ez az. Sziasztok! Milyen is troli autótok? Lassan. Úgy sem tudnak megelőzni a Krisztiánék a mögén kerül. Jó, egy kicsit középen inkább. Én figyelj, én full egyenesen próbálok. Jó, ez így jó. Mi hamarabb elindultunk,
de nem tudtuk, hogy van-e nálunk elég mennyiség. És a út közben találunk még az ér, szerinted? Persze, hogy ér. Hú, ez most olyan edzés a fenekemre. De fia, nem lehet, hogy ráülök az elejére és úgy tolsz? Várjál! Ez a kettős! Neked kell megfogni. Várjál, tolom! Várjál, vissza kell húzni. Egy, jó? Mehet. Mögöttünk 8 férfi, és egy se segít. Én régi vágási vagyok. Én biztos segítenék 2 ilyen fáradt nőnek. Esetleg, ha szemből még jönnek trollisok, akkor... Vagy hát kocsisok. De nehéz. Mindjárt összes. Na jó van. Biztos nem főznék rá este. Bár csak valaki egy ilyen ramanzulit hagyna a kocsiak körül, vagy jó, egy busz körül. 20 darab izével kocsival. Egy darabot csak. Merre? Jobbra, 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 kicsit jobbra. Jobbra. Jó. Nézzük, mennyiük van, te jó ég. Jesszusom, és onnan szedik össze őket. Nem hiszem el. Meg kéne előzni őket amúgy. Balra, 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 előzzük hát be. Hát csinálom. Jó, de... jó, jó. Tudd meg, tudd meg, tudd meg, tudd meg, tudd meg. Jó, semmi, gyere ki onnan. Gyere. Nem megyünk át párat? Gyere. Látsz még kocsit valahol? Keresem, nézem. Végig ilyen stresszben voltam, hogy ott van a Krisztián. És hogy a Krisztián biztos, hogy rengeteg kocsit tud egyszer eltolni, mert a Krisztián sportoló, és majd a Krisztián nem tolhat több kocsit, mint mi. Gyere, becsatlakozunk az anyahajóba. Az igen! Hogy nem hiszem el, kell neki! Ez igen! Azt. És itt a másik csapat is, te jó ég! Azt a mindenit mennyit hoztok! Nem vihettük el! Toljátok, ne izgi! Egyedül toltam fel Tizet, meg a Szív is. Hol találtatok ennyit? A parkolóban. Látván a két érkező szint kocsi sorát, azt gondolom, hogy kijelenthetjük, ezt az extra versenyt Szilvi és Linda nyerte. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 plusz kocsival. Gratulálok, fújjátok ki magatokat, pihenjétek, hamarosan érkezem az eredmény hirdetéssel. Bravo gyerekek, ügyesek voltatok. Sokkal többre számítottunk, sokkal több kocsira, igaz? Én azt hittem, hogy a szerencse forgandó, most be is bizonyosodott, hogy ez tényleg a szerencsém múlt. Ez is egy olyan munkakör, ahol azt gondolom, hogy emelem a kalapom azok előtt, akik végzik. Milyen érzés a 40 fokban eltöltött munkanap után itt lenni a klímás váróban? Jól esik ülni. Ugye? Egyébként kemény meló, tehát fölpakolni, lepakolni, mindegyik nagyon-nagyon kemény meló volt, de nagyon izgalmas. Úgyhogy én élveztem a mai napot nagyon. Krisztián nélkül nem tudom, hogy mit csináltam, mert teljesen őszintén olyan versenyszellem van benne, hogy nem lehet neki nemet mondani. Izgalmas volt az első munkalap, azt kell, hogy mondjam. Belevágtunk a lecsóba, én úgy érzem. Ülni esik. Kemény volt azért a mai, nem? Nagyon, a mai nap volt a legkeményebb. Krisztián meghozta a fizikai, mert ott köszönjük. Nagyon szívesen. Picit összegezzük az egész napot. Indultunk egy kvízzel, egy kellemes kis bemelegítése. Ebben ugye az extra kilométereket, a plusz pecsétet ugye a kék csapat kapta. Ez már itt van benne a passzportotokban. Aztán ugye volt egy elég összetett feladat a mai napon. Összegezzük is, hogy mikre kellett odafigyelni. Első. Logisztika. Igen, következő. A csipogás. Hány csipogásnak kellett lenni? Kettőnek. Igen. Sydney? Nem volt egyszerű a folyamat, de a végeredmény a lényeg. És hát akkor nézzük is a végeredményt. A területvezető értékelése alapján hát nem igazán volt elégedett. Tényleg? Ez nem jó hír. Kevés pontszámot kaptatok. Ugye 1-től 10-ig értékelnek a terület vezetők. Az egyik csapat 5, a másik csapat 7 pontot kapott. A mai győztes szerintem tényleg egy ilyen lottószelvény, hogy mi az, ami számítani fog az, hogy hány kocsit gyűjtöttünk össze, hogy hány bőröndöt tettünk fel, vétettünk, hibáztunk, hány percet végeztük el a feladatunkat. Tehát, hogy annyira sok tényezős a dolog, hogy egyszerűen én most nem tudok semmire sem gondolni. Na most szerintem szoros lesz. Sydney-ek hibáztak, abban, hogy összekeverték a csomagokat, tehát nem egyfajta ment bele, hanem többfajta is, meg nem is kezelték be rendesen a csomagokat a konténerbe. A Lindáékat alkalmaznám, mert ők jobban megcsinálták talán ezt a feladatot. A mai feladatokat illetően a legjobb reptéri dolgozó lett, és ezzel lehetősége van arra, hogy szállodában aludjon, és azt nem elfelejtve, hogy holnap megint csak elbúcsúzunk egy valakitől, ezt a döntést is majd a nyerte csapat fogja meghozni a területvezetővel együtt. A mai napon, aki a 7 pontot kapta, az nem más, mint a kék csapat!
Úgyhogy óriási gratula, a pecsét már benne van. Kedves kék csapat, nektek nagyon jó pihenést kívánok a szállodában. Kedves piros csapat, nagyon jó éjszakát kívánok. Én bárhol elalszom őszintén, tehát én meg a földön is, ha kell. Engem nem nagyon zavar, hogy hol alszom. Gondolom, Szidnit már jobban zavarja. Nem, engem más fog zavarni. Kérlek, találd ki. A horkolásom? Már megint! A reptéren nyugodalmas, jó nekem éjszakát. Nekem jó lesz. És a Szidni neked pedig hanghatásoktól mentes. Jó éjszakát kívánok. Köszönöm. Ti pedig ne felejtsétek el, hogy holnap döntést fogtok hozni. Jó, agyaljatok egy picit azon, hogy vajon ezt a csapatot milyen szinten bontjátok meg. Holnap pedig majd ezzel a döntéssel várlak titeket vissza. Ugyanúgy, ahogy természetesen önöket is, adásunkat visszanézhetik a tv2play.hu-n, és hát érdemes minket követni a közösségi oldalainkon is, hiszen extra tartalmakat teszünk közé. Tartsanak velünk a következő adásban is, mert a reptéri kalandok folytatódnak. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszontlátásra! Ma én majdnem kiestem. Szóval körülbelül ennyi múlt. És holnap is ez lesz a helyzet, nem? Mert hogy kettőnk közül fognak szavazni. Szerintem egyébként bármi megtörténhet. De ma nagyon nehezek voltak a feladatok azért. Tényleg csak fizikai munka volt. Neked volt ez mind kitalálva, azért mert te jöttél. Hú. Azért az a mai nap, nem? Ez durva volt. Ezért a győzelemért nagyon megdolgoztam. Megküzdöttünk. Azért azt vágott, hogy ma kb. Csak férfi állásokat töltöttünk be így nőként, és nyertünk. Igen, úgy, hogy ott volt a Krisztián, igen, akitől elég paráztam, hogy ő komoly sportoló, és ő mindenben meg fog minket várni. Hát figyelj, most nagyon jók voltunk, a világot irányíthatnánk, mondtam. Mai nappal sajnálatos módon a piros csapatból, akitől el kell búcsúznunk. Betekintést nyerhettek, hogy hogyan zajlik a Heinemann Gyukifinál egy munkanap. Szerintem most inkább jobb, ha Linda a parfümöket, mindenki maradjon a kaptafánál. Itt van. Ez az 193. Nyalókát nem találom, a csupacsaps nyalókát. These are Hungarian national foods and things. Matyohímzés. Yes. Tudorudi. Yes. Teri salami. Együttműködő partnerünk a Budapest Airport.